Üdvözöllek! Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban olyan pénzügyi termékekről, pontosabban inkább különböző konstrukciókról fogok beszélni, melyek segítségével, jó eséllyel, akár az összes megtakarítás alatt elbukhatod. Én már több mint 21 éve foglalkozom befektetésekkel, és számtalanszor megtapasztaltam, hogy az emberi mohóságra, lustaságra és pénzügyi tudatlanságra alapozva milliókat, de milliókat rángatnak ki embertársaink zsebéből. A következőkben azt járjuk körbe, hogy hogyan tudod kiszagolni már messziről, hogyha valaki olyan terméket akar rácsózni, amellyel te nagyon porul járhatsz. Köszöntelek újra! Amennyiben tetszik a videóm, illetve az elhangzottak segítségedben vannak, akkor kérlek kövesd a csatornámat, illetve ne felejtsd el megnyomni a kis harangocskát is, hogy a legújabb videókról automatikusan tájékoztatást kapja. Illetve a komment rovatba írd meg kérlek, hogy téged milyen pénzügyi terméknek átadott különböző konstrukciókat akartak már átvágni, mi az, ami szerinted a legbüdösebb pénzügyi termék a piacon. Az átvágós pénzügyi termékek kapcsán nekem a legszomorúbb megélésem az, hogy bizony Mark Twainnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy az embereket sokkal, de sokkal könnyebb becsapni, mint meggyőzni őket arra, hogy át vannak vágva. Az egyik szemináriumon például egy hölgy jelezte, hogy ő már megtalálta a Szent Grált a tőzsdézésbe a pénzügyek terén, ugyanis ráakadt egy olyan kezelt számlás konstrukcióra, ahol devizával kereskedve 15%-os garantált hozamot ígérnek neki. Egyszerűen nem voltam képes meggyőzni őt arról, hogy ez egy oltár nagy baromság, és jó eséllyel el fogja veszíteni a pénzét. A racionális érveknél sokkal többet nyomott a latba, hogy Aranka, aki ajánlotta neki ezt a csodálatos konstrukciót, biztosan jót akar, illetve hogy Aranka is ott tartja a pénzét, és ketten együtt már biztosan nem tévedhetnek. Ebből is látszik, hogy amikor az emberek pénzügyi döntést hoznak, és semmiben nem különbözik más döntési helyzetről, az érzelmek bizony itt is meghatározóak. Kezdjük a legelején. Mit is értünk magas hozam alatt? Amennyiben egy éves magyar kincstárjába teszed a megtakarításodat, akkor 2,5%-os éves kamatot kapsz. Hogyha egy éves amerikai állampapírt veszel, akkor 2,44%-os kamatot kapsz. Ez különben egyből meg is magyarázza, hogy miért ilyen marha gyenge a forint. Ki az, aki forint kötvényt vesz, hogyha hozamból ugyanazt megkapja egy dolláros megtakarítás után is? De a lényeg, hogyha 2,5%-os hozam az, amelyet állambácsi garantál, ahol biztosan visszakapod a tőkédet és megkapod a kamatot is, akkor minden, ami e fölött van, esetleg ennek a kétszerese vagy háromszorosa, az már nagy vagy pedig hatalmas hozamnak számít. A nagy hozam elérése érdekében pedig kockázatot kell vállalni. Ez azt jelenti, hogy olyan pénzügyi termékekbe kell fektetned, ahol a lehetséges kimenetel abszolút nem biztos, vagyis nem tudod előre megjósolni, hogy az adott részvény, vagy akármilyen pénzügyi termék arra fog mozdulni a jövőben, ahogy azt te szeretnéd. Ebből kifolyólag az árfolyam veszteség is benne van a pakliba. Hát a magasabb kockázat alatt azt kell érteni, hogy a te kis megtakarításod az nem csak gyarapodni tud, hanem bizony akár zsugorodni is, csökkenni is. Aki magas hozamot szeretne, annak ezt be kell vállalni a másik oldalról. 1962 és 2017 között összességében elmondható, hogy szágódottak a tőzsdeindexek. Az S&P 500 tőzsdeindex, a vezérhajó a tőkepiacok tengerében, osztalékkal együtt átlagosan 9,9% hozamot hozott ezen időszak alatt. Ha valaki neked e fölötti hozamokat ígérget, az már eszméletlenül gyanús, mi több büdös. Ez alól kivételt képeznek azok a konstrukciók, amelyeket esetleg állambácsi megtámogat, ilyen például a lakás takarék, ahol 10% fölötti hozam is összejöhet, méghozzá kockázatmentesen. Visszatérve az előző hölgyhöz, akit Aranka nevű barátnője rábeszélte arra a deviza konstrukcióra, hogyha valaki tőzsdézés vagy devizapiac terén neked 5-10-15%-os garantált hozamot ígér, akkor bizony fuss onnan messzire. Ez biztos jele annak, hogy az egész kamu és téged át akarnak verni. Garantált hozam tekintetében igazából az állampapír az, amit garantálni lehet. Az pedig ellen 2,5% éves szinten. Nagyon sokszor a pénzért lenyúló konstrukciók mögött lényegében olyan tevékenység áll, ami pénz- és tőkepiaci engedélyhez kötött. Ám ezeknek az embereknek általában nincsen vagyonkezelési vagy portfóliókezelési jogosultságuk, így igazából amit csinálnak, az egy az egyben nettó bűncselekmény. Vegyük akkor sorba azokat a konstrukciókat, amelyekkel tapasztalatom szerint a legtöbbször húzzák le az embereket. Az első ilyen az úgynevezett kezelt számla. Kezelt számla konstrukció esetében magukat pénzügyi gurúnak gondoló emberek kereskedései automatikusan megjelennek az ügyfél számláján. Ezt a szolgáltatás jelenleg szinte kizárólag Európai Unión kívüli befektetési szolgáltatók nyújtják, amelyek Kajmán-szigetekre, Szeselre vagy akár Dubajba vannak bejegyezve.
Az is előfordul, hogy maga a befektetési szolgáltató az, aki ezeket a fantasztikus befektetési ötleteket adja, amelyek az ügyfélszámlán megjelenik. Azonban az eredményre ez különösebben ráhatással nincsen. Ugyanis a brókercég, illetve aki az ügyfeleket behozza, az részesedik a tranzakciók utáni jutalékból, illetve az ügyfél veszteségéből is profitál sajnálatos módon. Személyes véleményem az, hogy ilyen helyre pénzt tenni, az olyan, mint hogy a kandallóban elégetnéd, azzal a különbséggel, hogy ez még meleget sem ad. Egy időben népszerű volt az úgynevezett social trading, vagyis más kereskedésének a követése. Az előző konstrukcióhoz ez nagyon hasonlít, az a különbség, hogy itt az ügyfél jellemzően magától ugrik a kútba. Vannak kereskedési platformok, melyeket abból a célból fejlesztettek ki, hogy más kereskedését követni tudjad. A nagy számok törvény alapján egy befektetési szolgáltatónál mindig van 10-20 vagy akár 30 olyan kereskedő, aki éppen az elmúlt 6 vagy 12 hónapban kiugró eredményt ért el. Azonban, valljuk meg őszintén, annak nagyon kicsi az esélye, hogy te pont kifogtad a 21. századi Soros Györgyöt, ám sokkal nagyobb esélye az fog megtörténni, hogy az adott illető marha szerencsés volt egy időszakba, amelyet követ egy szerencsétlen időszak, amikor is a tőkét jelentősen le fogja darálni, rossz hír a tieddel együtt. Sokan 100 dollárért megvásárolható kereskedési robotoktól várják az anyagi függetlenséget. Ha te tényleg azt hiszed, hogy 100 dollárért megvásárolható a gazdagságot, akkor megmondom őszintén, rohadtul rigyellek, mert te még mindig a gyermeki mese világban élsz. Ezek a pár száz dolláros robotos cégek nem abból élnek, hogy az ő kereskedési algoritmusok az ontja a pénzt, és olyan csodálatosan működik, hanem sokkal inkább abból, hogy sok marhát találnak, aki megveszi az ő terméküket 100 vagy 200 dollárért. Személyes véleményem az, hogy a kereskedési robotozás, a kereskedési algoritmusok az bizonyos szempontból a kereskedési szakma csúcsát képezi, és valaki akkor vágjon ebbe bele, hogyha már manuálisan jól tud kereskedni, és egyáltalán látja azt, hogy mi az, amit át lehetne ültetni a programok nyelvére. Valamint a piac állandóan változik, ebből kifőleg ezeket a kereskedési algoritmusokat is változtatni kell, alapvetően ez nem is egy emberes, hanem egy egész csapatot igénylő munka, legalábbis az igazán profik így csinálják, de azokat nem árulják 100 dollárért. A közös az előző három konstrukcióba, hogy ezeket abból a célból hozzák létre, hogy egyszerűen elvegyék az emberek pénzét. Segíteni, jobbítani, egy fikasznyit sem akarnak. Ennél már csak az lehet veszélyesebb, amikor valaki tényleg segíteni szeretne, és a jó szándéka túlságosan nagy önbizalommal párosul. Gyakran látom, hogy emberek odaadják megtakarításaikat egy jó barátnak, egy családtagnak, vagy csak simán hozzáférést adnak neki a számlájukhoz. A terv ilyenkor általában az, hogy az illető majd eszméletlen nagy hozamot ér el, és szolgálataért cserébe annak egy kis szeletkéjét megkapja. A végeredmény pedig szinte biztosan az, hogy barátságok mennek tönkre, illetve családtagok nem fognak egymással évtizedeken keresztül beszélni. Ilyen konstrukciókat, ilyen családi-baráti együttműködést már legalább százat láttam az elmúlt években. Olyat, hogy ez jósült volna el, megmondom őszintén még egyet se. Tehát a lényeg, ha a barátod, ha a családtagod segíteni akar, biztos, hogy jó szándék vezeti, de te akkor se adod neki a pénzedet. Az előző példákban az volt a közös vonás, hogy mindegyik esetben mástól vártad a megváltást, egy külső forrástól vártad a sikert. Ameddig ez így van, addig mindig pórul fogsz járni, és mindig lesz valaki, aki átvágjon. A bankfióba meg fogod venni az első befektetési alapot, amelyet a pult mögött álló néni kínál neked, vagy az ügynöktől meg fogod venni az első terméket, amelyet rád akarsz hozni. Ne feledd különben, ügynöktől soha, de soha nem veszünk pénzügyi terméket, mert az első 2-3 éves hozam az garantáltan csak neki dolgozik, és nem neked. Fontos, hogy soha ne dőlj be a hozamígérgetéseknek. A jó értékesítő mindig a sürgősség érzetét kelti, hogyha most nem döntesz, ha most nem lépsz, akkor kimaradsz a nagy lehetőségből, de ez általában sosincs itt. Ne kapkodj, mindig vedd a fáradtságot, és az internet segítségével nézz utána az adott terméknek, aludj rá egyet vagy kettőt, és csak aztán döntsél. Ha nincs kedved vagy időd a befektetéseiddel foglalkozni, akkor vegyél egyszerűen befektetési alapokat, és üljél benne 5 vagy inkább 10 évet. Hogy milyen befektetési alapokat vegyél, erről készítettem egy videót, ott találod. Ha a befektetési alap vagy az állampapír nem elég neked, akkor pedig alokáljál időt és energiát erről a területre, mert különben a broker marci féle csalók áldozata lehetsz könnyedén. Köszönöm szépen a figyelmedet, ha tetszett a videó, akkor kövessd a csatornámat. Találkozunk jövő héten!